Az Országos Népi Mesterségek Művészete elnevezésű pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon azoknak a kézműveseknek, akik nem a hagyományos népi iparművészeti ágak valamelyikét űzik, és akik a hagyományos technológiákat megmentik, megújítják, miközben a tárgyaknak új, korszerű formát adnak. A baranyai településen Erzsébeten élő négyes tímea egy kihalóban lévő mesterséget űz. Ő székkötő. A legutóbbi pályázatra különleges, egyedülálló motívumokkal, a székely gyapjú szőnyegek mintáival készített székekkel nevezett, és második díjat nyert. A gyapjúval sokkal finomabban lehet mintázni. És azt kell megpróbálni, hogy a durvább szállal valahogy visszaadja magát a motívumot, magát az eredeti motívumot, a minta. Úgyhogy ezért kell egy picit változtatni rajta. Egyébként meg szövés-szövés. Gyakorlatilag. Tímea mindig a motívumoknak megfelelő technikával, sással, csuhéval és ritkábban gyékénnyel dolgozik. A díjazott székeknél a székely festékesek mintáihoz alkalmazkodott. Mindegyik motívumot külön-külön próbáltam meg adaptálni. Egyébként egy ilyen szék 3 napig készül csuhéból, festett növényanyagokkal festett csuhéból. Tímea elmondta azt is, hogy a legtöbb baranyai és Tolna megyei családnak bizonyára ismerős lehet az úgynevezett svábszék, de csak kevesen tudják, hogy ezek az ófalusi svábkötéssel készültek, ami immár hungarikum, és ezt sehol máshol nem készítik a világon.